40 ezer lövés. 26 ország 350 versenyzője indult a Magyarországon rendezett 27. előtöltő fegyveres világbajnokságon. A kanizsai Törőcsik Pál is résztvevője volt a versenynek, melyet a Magyar Előtöltő Fegyveres Lövészek Szövetsége és a Magyar Sportlövők Szövetsége közösen szervezett. A magyar lövészek három egyéni és két csapat világbajnoki címmel, valamint egy csapat bronzéremmel zárták a küzdelmet. A világversenyen 14 új rekord született. Törőcsik Pától megtudtuk, a történelmi lőfegyverekkel való lövészet a kultúra, a műszaki ismeretek és a sportlövészet szerencsés elegye. Így az előtöltő fegyveres lövész egyrészt sportlövész, egyrészt történész és egyrészt fegyvermester. Ez természetesen egy történelmi pontlövészverseny, verseny, amit megrendeztünk. Ennek több kategóriája van, rendkívül sok kategóriára oszlik. Nyilvánvaló kor és típus szerint vannak itt is szétválogatva a fegyverek. Azon belül talán két fő ágra tudnám bontani, volt a koronglövészet és a pontlövészet. A koronglövészet az még nálunk Magyarországon sajnos gyerekcipőben jár, de már így is volt azért nevezünk. A pontlövészetben viszont a, én nagy büszkeséggel állíthatom azt, hogy az összes kiemelkedő pontlövőnk az minden részt vett a világbajnokságon.